Sziasztok! Most egy merőben új videósorozat következik. Nagyon remélem, hogy sorozat lesz belőle. Ugyanis a múltkor én felvetettem a YouTube-on, hogy várom azoknak a jelentkezését, akik beleszülettek már abban mostani iskola rendszerbe, ahol is egyidejűleg tanítják a reáltantárgyakat, illetve a hittant. És mivel minél kisebb valaki, minél kisebb korban kezdik el a hittannal az agymosást, annál jobban össze lesz zavarodva, mire bekerül általános iskolába, sőt azóta már azt a holdbiztos információt is kaptam, hogy már az óvodában is folyik a hittan. Így aztán nem meglepő, hogy a gyerek mire eljut az általános iskoláig, és elkezdi a reáltárgyakat tanulni, matematikát főleg, bár gondolhatnánk azt, hogy ilyen kiskorban még azért a matematikával nem foglalkoznak, viszont már azért az óvodában is tanulják azokat, hogy mennyiségek, több, kevesebb, kisebb, nagyobb, egy vagy sok. Tehát ilyen alapszintű matematikai fogalmai már egy 5 évesnek is vannak, és mire 6-7 éves korában bekerül az iskolába, és elkezdik igazából a betűk rajzolgatását, az írástanítást, illetve elkezdik a matematikai logikát kiépíteni a fejükben. Vannak erre bizonyos játékok, tanszerek, biztos mindenki ismeri ezeket a háromszögeket, köröket, négyzeteket, színeseket tartalmazó logikai játékot, amikor a gyerekeknek a különböző feladatok szerint ezeket csoportosítaniuk kell. Sárgák, pirosak, kékek, egyforma alakúak, lukasak vagy telik. Tehát vannak ezek a készségfejlesztő tárgyak, logikai játékok, amelyeket már igen kisiskolás korban kezdenek el bemutatni, és ebből szükségszerűen következik, hogy a logikátlanságokat azt már nagyon könnyen fel tudja ismerni egy kicsi gyerek is, ha csak meg nem zavarják a fejét valamilyen ennek homlokegyenest ellentmondó dologgal. És aki már úgy került ebbe a modern iskola rendszerbe, úgy mondjuk az utóbbi 15 évben, hogy már nekik default volt a hittan, ők már egyszerűen, amikor elkezdik azt, hogy nincs is külön biológia, meg kémia talán, meg fizika, viszont vannak olyan tárgyak, hogy környezetismeret, amikor óhatatlanul is ugye megérkezünk ahhoz a kérdéshez, hogy teremtés volt, vagy evolúció, és az evolúció kérdését ugye már nagyon korán elkezdik tanulni, amikor például történelemből ugye az emberiség, hogy honnan indult ősember, hogy fejlődött, miből fejlődött, honnan, hová. Tehát ezeknek a teremtés például tökéletesen homlokegyenest ellentmond, amit viszont már korábban tanítottak nekik az iskolában, vagy az óvodában. És én meghívtam pár vendéget, minden adásban egy vendég fog szerepelni, és a beszélgetés célja az lesz, hogy megtudjuk valójában, mekkora kognitív diszonanciát okoz ez egy gyermek életében, amikor először szembesül azzal, hogy a dolgok nem biztosan úgy vannak, ahogy hát azt a papbácsi hittanórán elmesélte. Később még lesznek sztorik, nem akarom előre lelőni a poént, most körülbelül 8 jelentkezőnél tartok. A beszélgetés úgy fog zajlani, hogy mi Skype-on vagyunk kapcsolatban, képet nem veszek, azért, mert egyrészt technikailag egy kicsit problémásabb lenne, kettő, nem mindenki szeretné felfedni a személyazonosságát, tehát nick néven is fognak futni felhasználók, akik elmondják a saját történetüket, illetve a hangot külön rögzítem a Skype-on, így utólag lehetőség van arra, hogy eltorzítsuk, hogy ne legyen felismerhető. És akkor vágjunk is bele, ennyi bevezető után. Üdvözlöm az első beszélgető partneremet, Danit. Egyébként én se látom, tehát nem videóindítás, csak hangrögzítés folyik. És akkor Dani szeretne, én igazából nem írtam össze kérdéseket, mert nem is tudom igazából, hogy mit kérdezhetnék, hiszen én ebben a dologban tapasztalatlan vagyok. Hallgassuk meg Danit, ő elmond magáról, amit úgy érez, hogy elmondhat magáról büntetlenül, és akkor majd közben szépen ki fog alakulni a beszélgetés. Na, üdvözöllek, Dani! Köszi a meghívást, a lehetőséget. Egyébként most, hogy mondtad, hogy ugye nem is tudod, hogy feltétlenül, hogy mit lehet ilyenkor kérdezni, pont azon gondolkoztam, hogy ugye számomra érdekes volt a hittanórák után felfedezni, hogy mi is van valójában, és belegondoltam, hogy ez neked is egy érdekes pillanat lehetett, nem? Mikor rájöttél, hogy van, akinek nem az az alap, hogy evolúció és normális tudományos gondolkodásmód,
hanem hogy valakinek az az alap, hogy teremtés történet, meg Ádám és Éva, számodra is egy érdekes felfedezés lehetett egy pillanat, mikor belegondoltál, nem? Hogy igen. Igen. Ez nem egyértelmű. Tehát én ezt csak a napokban tudtam meg valakitől, ugye, akinek kicsi gyerekei is vannak, és ő mondta el, hogy már az óvodába is nyomják ezt ezerrel. Igen. Igen. Abból én még kimaradtam, tehát nekem általános iskolában kezdődött fel ez az egész, és hát ja, ahogy mondtad is, hogy nyilvánvalóan a hitoktatás már elsőtől elkezdődött, és a fizika, kémia, stb. De csak később került bele a tantervbe. Így hát nekem is elég zavaros volt a történet, igen. Én csak annyit akartam beleszúrni, hogy attól független, ugye, hogy fizika, kémia, biológia, ugye inkább már felsőbb osztályokban van, felső tagozatban, de azért ugye mivel, hogy a tudományos gondolkodásban, ugye a tudományban minden mindennel összefügg, egymásra épülnek a dolgok, például nem lehet a biológiáról anélkül beszélni, hogy a kémiai folyamatokról óhatatlanul ne kezdenénk el beszélni, és ugyanígy vannak a fizikával is a dolgok, plusz a matematikával. Tehát egy alapszintű logikus gondolkodással azért nagyon sok mindent le lehet vezetni, illetve nagyon sok mindenbe belefolyik. És mivel, hogy ezek a dolgok, ezek a közismereti tárgyak egymásra épülnek, rögtön kibukik az, hogyha valami nem kóser, tehát hogyha ha valamiben ellentmondás van. Hát ez így van, ja. És egyébként ettől függetlenül a külön tantárgyaknak az oktatása ugyanúgy zajlik tovább, szerencsére, ebben nem szokták belekeverni a katolikus iskolákban sem, legalábbis nálunk nem volt így, hogy belekevertek volna bármiféle vallásos szöveget. Csak igen, kisgyerekként, meg kamaszként furcsa. Tehát nagyon-nagyon meg tudja zavarni az embert, hogy most akkor mi merre hány méter, főleg mikor az evolúcióról kezdve feltanulni. Ez egy nagyon fontos dolog, erre kíváncsi vagyok, mert ugye az ős közösség azért valamiből kiindult, tehát meg az ember igen, fejlődés igen. És a fajok eredete. Hát nekem az első ilyen kis bukkanó az a dinoszauruszok voltak, hogy azt nem tudtam beérezteni a képbe. Uh-huh. Mert ugye azt nyilván még az iskola előtt is megismeri az ember ilyen kis játékfigurákból, mindenből voltak ilyenek, viszont a Bibliában meg a kis gyerek bibliai könyvekben nem ezt olvasott, nincsenek benne a dinoszauruszok. Próbáltam beleilleszteni a történetbe, hogy ott voltak azok is valahol már, Ádám és Éva környékén, tudod, azok is ott mászkáltak, valahogy próbáltam beleilleszteni, hogy jó, ez még oké, viszont az evolúciónál akadtam még igazán jobban, hogy most akkor ez hogy is volt, hogy voltak az ősemberek, meg ugye a közös ősünk, kifejlődtünk mi, és akkor most így útközben jöttek Ádám és Éváéknak a paradicsom, vagy most hogy történt az egész, és ott kezdtem el én megkérdőjelezni egy kicsit jobban, de még ott is próbáltam, tehát kicsit még mindig nehezen fogadta be a kis agyam ezt a történetet, és hogy próbáltam beleilleszteni ebbe a bibliai történetbe, hogy ez is valahogy belepasszol biztosan. Igen, ezt úgy hívják, hogy az ember racionalizál, tehát nem azt kérdőjelezi meg, hogy vajon amit tanítottak nekünk, az tényleg igaz? Hanem abból indul ki, hogy ezt is tanították, ez biztos igaz, meg ennek az ellenkezőjét is tanították, ez is biztos igaz, és akkor megpróbálja a kettőt valahogy a saját agyába összerakni, hogy vajon hogy lehetett. Tehát racionalizás megpróbálsz egy idővonalat csinálni, és ugye erre rájátszanak még, ugye rátesznek egy lapáttal azok a dolgok, ami az interneten már ebben a korosztályban óhatatlanul szembe jön, ugye, hogy például ugye dinoszauruszos karikatúrák, meg mémek vannak, ilyen bibliai történetekben például az özönvizes karikatúrák, hogy ott vannak rajta a dinók, és akkor, ha őket is beterelte a bárkába, akkor ő, tehát ők hova lettek, vagy miért van az, hogyha nem voltak dinók, akkor miért tanítják őket az iskolában, és egyáltalán, hogy például a 6000 éves földnek az eredetéről beszélnek, ugye, mint teremtés, és a filmekben, gyermekfilmekben, rajzfilmekben, felvilágosító vagy mesefilmekben, teljesen mindegy, amit már az óvodások is néznek, ott pedig elmondják, hogy több 10 millió évvel ezelőtt haltak ki, és ez valahogy sehogy sem jön össze a fiatal földnek az elméletével. Plusz nekem volt egy, amit most mondtál, hogy ez is igaz, amit hittanórán tanítottak meg, az is, amit mondjuk földrajzórán vagy akármikor. Nekem ez nem teljesen volt rá
igaz, volt bennem egy ilyen kis negatív szemlélet azokkal szemben, akik az evolúciót tanították, és mondjuk nem hittek a teremtés történetben, de kisgyerekként ilyen rossz embernek képzeltem el egy kis ideig azokat, akik ezt próbálták nekem belé súlykolni, hogy már pedig az evolúció úgy alakult ki, ahogy már ismerjük. Ez nagyon fontos egyébként, ez nagyon fontos, mert abban a pillanatban, hogy elkezdenek tanítani mondjuk fosszíliákról, mikor leírják, hogy ezek a csigák, vagy ezek a nem tudom micsoda fosszíliák, ezek hány százmillió évesek, ezek a kövületek, sőt írnak ugye a kőzetekről is, ugye például földrajz, vannak olyan kövek, amelyek több 10 millió, 100 millió évesek, hogy akkor azok, hát akkor azokat most hogy higgyük el? És egyébként én láttam nem tudom, már nagyon régen, 2017-ben voltam Oxfordban, a Természettudományi Múzeumban, és ott ki voltak rakva ásványok, és ugye rá volt írva, hogy 100 millió éves kvarc volt, vagy pirit, nem tudom, egy ásvány, hogy 100 millió éves. Hogy jó, ezt már felnőtt koromban láttam, de ezt nyugodtan ezt elmondják egyébként tanrendben is, órákon is, és ez valahogy nem egyezik. Ellentmondás van, és akibe korán kezdik el ezt a vallásos nevelést beleplántálni, azok úgy vettem észre, hogy azok inkább eleve már a tudománnyal szemben öltenek fel egy bizonyos fajta szkepticizmust. Hogy biztos a tanárok, akik a biológiát meg a többit kitalálták, az ehhez kapcsolódó dolgokat, hogy ők nem mondanak igazat. És ez nagyon veszélyes. Főleg, hogy ugye én, ahogy most így próbáltam visszaemlékezni, hogy ezt annak idején nekem mi játszott le a fejemben, azért is van ez, hogy rossz emberként képzelem el azokat, akik a tudomány szempontjából magyarázták az egészet, mert gyerekként olyan jó ezt elképzelni, tudod, hogy ilyen kis csodálatos világ, meg ott van mindig a jó Isten, és akkor csak imádkozni kell hozzá, meg minden, és akkor tiszta win-win helyzet, őt szeretik, nekem meg jó, ott van velem, nézted, és így ezért is voltam ilyen nagyon ilyen bezárkóztam ezzel a témával kapcsolatban, és engem hagyjanak békén ezzel a evolúcióval, mert olyan szép ez a kis világ, gyerekként nagyon meg tudja fogni az embert, főleg, hogy nyilván a Bibliában a családon belül erőszakot tartalmazó részeket nem tanítják, meg az egész érontásokat, meg ilyeneket. Így a kis csodálatos történetek azok nagyon tetszenek a gyereknek, és én is így voltam ezzel. És ez igen, ez veszélyes, mert hogyha valaki nem kap mondjuk meg egy kezdőlökést, vagy nem tartott valahogy fejben, hogy ebből elkezdjen kilépni, akkor játékba bele lehet ragadni egy életre. Igen, és később felnőtt korban jelentkeznek azok a problémák, amikor meg kellene érteni egy olyan fontos dolgot, hogy például hogy működik a tudomány, és ugye gyerekkorban meg amúgy is fogékonyabb a gyerek a mesékre, meg a csodákra, hiszen a mesék tele vannak csodákkal, és ezért azt a mesevilágot, ugye, amit tanítanak hittanon, azt hajlamosabb elfogadni, hiszen a valóság meg a tudomány azok rideg számok. Meg azok nem együttérzőek, meg nem tekintenek senkire, tehát nincsenek senkire sem tekintettel. Tehát ha rádomlik a hegy, akkor rádomlott a hegy. És hogyha alálépsz a kamion alá, akkor meg fogsz halni. És ezt a gyerekként, főleg akiknek még nincs is ugye halálfélelmük, még nem épültek ki bennük ezek a dolgok, addig inkább jobban húznak a mesevilág irányába. Csak pont azért kezdik el 6-7 éves korban az iskolát, hogy próbáljuk meg azt, hogy na most már eddig tartott a mese, és megpróbáljuk szétválasztani, hogy innentől kezdve pedig van a valóság. Bármennyire szép is a mese, azért a valóság az azért teljesen más. Plusz ugye nekem bejátszott, hogy én egész korán megtanultam olvasni szerencsére, óvodában már tudtam, és én bújtam a mindenféle különböző könyveket, de volt egy könyvem, valami olyasmi címe van neki, hogy az én könyvem bibliai történetekről, vagy nem tudom, pluszpa én később, mikor újra átlapoztam érett a fejjel, láttam, hogy a Jehova tanúi készítik ezeket a könyveket amúgy, és azokat bújtam ezzel ellen, az egyik kedvenc könyvem volt, és így aztán hogy még inkább belémi volt ott az egész. Csak később egyébként, hát ami talán leginkább ezen az evolúción való fennakadáson kívül megindította bennem azt, hogy elkezdjek gondolkodni normálisan, az az volt, amikor elkezdtem kamaszodni, és elkezdtem kérdéseket feltenni a hittan oktatómnak. És
Hát egy idő után, amikor már olyanokat kérdezel bele, akkor azt fogja mondani, és nekem is azt mondta, hogy jó, ha nem tetszik, ki lehet menni. De Így elkezdtem válaszokat nem mondani. kaptál tőle, gondolom. Nem, hát az alapvető dolgokra még igen, aztán kijutottunk oda, hogy mert Isten így akarta, meg Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, aztán meg oda, hogy akkor sem tetszik, ki lehet menni. És így elkezdtem gondolkodni ezen, de miért nem tud válaszolni? Most, hogyha egy fizikatanárt megkérdezek arról, hogy most ez a ceruza miért lefele esik, miért nem fel, el tudja nekem magyarázni, akár le is tudja nekem vezetni a táblán, hogy miért olyan sebességgel esik az a ceruza. És még ki számolja neked, ha kételkednél benne, sőt, még te is kiszámolhatod, hogyha a megfelelő tudás birtokában vagy. Tehát ugye a kettő között ugye alapvetően az a különbség, hogy a tudománynak az állításait azt mindig le lehet ellenőrizni, lehet tesztelni, és általában a hétköznapi tapasztalatokat alátámasztja. Tehát például a világon nem láttunk még olyan dolgot, és itt egy kicsit átkötök a csodákra, mert a múltkor a csodákról is beszéltünk Ágostonnal. Például egy olyan jelenséget tekinthetünk csodának, ugye, ami a természet törvényeknek ellentmond, de például a gravitáció az egy jó példa arra, hogy nem igazán látunk olyan tárgyat, a tömeggel rendelkező tárgyat, ugye, ami nem lefelé esik, és ha ez megtörténne, és nem bűvésztrükk lenne, akkor azt nyugodtan lehetne nyilvánítani csodának. Hát nyilván persze a bűvészek tudnak levitálni, meg egyéb dolgokra képesek, de ők nem mondják, hogy ez a valóság, hogy ők varázslók, hanem azt mondják, hogy ez trükk, ez mutatvány. Meg ha látsz egy héliumos lufit, arra se az a magyarázat, hogy mert Isten így akart, hogy fölfele menjen, hanem azt is le tudod vezetni, hogy azért, mert könnyebb, tehát hogy na, más a Így van. sűrűséget, vagy... Tehát a héliumnak a tömege az kisebb a levegőjénél, és mivel be van zárva egy viszonylag könnyű tartályba, ezért nem fog rá annyira hatni a gravitáció, mint a felhajtó. Tehát ez viszont tudomány. Tehát az, hogy a héliumos lufi az miért felfelé megy, és miért nem lefelé, azt meg lehet magyarázni tudományosan, fizikai elmélet. Persze, hogyha a középkori embernek megmutatnál egy héliumos lufit, annak nyugodtan el lehetne hitetni, hogy igen, ez varázslat. Tegyük fel, bonyolultnak tűnnek a számok, vagy bármi, akkor manapság az internetre felmész, és egy animációval meg tudod nézni, hogy mi történik a lufin belül, és miért emelkedik fel, nem az a válasz, hogy mert csak, mert úgy van, hanem válaszokat kaphat. Egyébként a tudományos állításokhoz nem feltétlen kell tudni egyenleteket levezetni. A tudományos állításokat viszonylag egyszerű módon lehet ellenőrizni, anélkül is, hogy úgy jobban belebonyolódnánk a matematikába. Elég, hogyha az ember elkezd egy pénzérmét felfele hajgálni. Tehát nagy számú tapasztalattal rendelkezünk arról, hogy az a pénzdarab az le fog esni. És ezt a világ végezetéig csinálhatjuk, ez mindig így fog megtörténni. Tehát az is, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket a dolgokat, ezeket nagyon könnyen lehet viszonylag tesztelni, viszont azokat a kérdéseket, ugye, amik a Biblia kapcsán felmerülnek, azokat nem feltétlenül tudjuk el, vagy sehogy sem tudjuk ellenőrizni. És akkor ugye vannak ezek a megszokott panelek, ugye, amit a Biblia mond, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, meg ez azért van így, mert Isten úgy akarta, és ezek igazából úgy adnak választ, hogy nem adnak választ. Mert attól a kérdés ugyanúgy megválaszolatlan marad. Hát igen, meg én ezt egyébként teljesen tartom, hogy az evangéliumok például azok szerintem simán csak annyi, hogy volt jó régen pár alkoholtól fűtött ember, és így, amik így jöttek, amiket hogy egymásnak kitaláltak és meséltek, azokat leírták, valahogy fennmaradt, lett egész köré egy érdeklődés, azóta nyilván ezerféle módon módosítottak rajta az aktuális hatalmon lévő emberek, pápák, királyok, és most e szerint élnek emberek, ebbe belegondolni számomra ez ilyen hihetetlen, hogy... Most gondolj bele, hogy mi most ugye láthatjuk magát azt a folyamatot, ahogy az ember működik. Tetten érhetjük ezeket a folyamatokat a Facebookon és az összes közösségi médiába, ahogy gyakorlatilag az álhírek terjednek. És mindegyik ilyen álhír terjedésben ott vannak ezek a tipikus gondolkodási hibák, hogy például a közvélekedésre hagyatkoznak, azt tekintik igaznak, amit sokan mondanak. Pont tegnap volt egy csörtém egy ilyen
bio, nem tudom micsoda, hó természetes anyagból álló gumicukornak a forgalmazójával. Láttad biztosan, persze, hogy kiposztoltam. Tehát nem bírtam ott sem megállni, hogy ahogy olvastam végig azt a sablon szöveget, az a marketing szöveg az úgy volt megfogalmazva, hogy azoknak az elvárásoknak feleljen meg, amit az emberek szeretnének nagyon. És hát akkor maga ugye, csak az a szó, hogy természetes, ez ugye mindig nagyon jól hangzik, jól csinálják, hogy valami természetes, igen. És nem egy laborban előállított, pedig hát az nem feltétlenül jó, és ami laborban előállított nem feltétlenül rossz. Tehát ez Vannak tipikus mondatok, meg kifejezések, amiket, hogyha belefoglalnak egy ilyen reklámszövegbe, akkor jó okunk van gyanakodni. Hát ez csak olyan mondatokból állt. Úgyhogy ezt azért, tehát azt, hogy régen hogy keletkezett a Szentírás, szájról szájra, ugye, meg anekdoták révén, hogy a férjemnek, az első feleségének, a volt, nem tudom, kicsodájának, az unokatestvérének a gyereke, azt látta, hogy. És igen. Akkor ez sok-sok szájon átmegy, sokféleképpen el van torzítva, és az olyan, mint a fülbesúgós játék, ugye, amikor százan állnak egy sorba, az egyik súg a másiknak egy mondatot, a másik a harmadiknak tovább-tovább-tovább adja. Egy picit mindig mindenkinek az agya egy kicsit így módosít a mondaton, az eredeti mondaton, mert nem értette jól, vagy nem figyelt minden részletre, és akkor a többit kiegészíti a saját gondolataival. És a végén, mire a 10., 20., 100. emberen végigmegy ez az egy mondat, ami mondjuk egy szükséges információt tartalmaz, addigra lehet, hogy homlok egyenes, teljesen más mondat születik belőle. És így vagyunk a Szentírással is, ugye, hogy ezt annak idején ugye emberkék, írástudók, az a kevés írástudó, aki létezett akkoriban, ők leveleztek egymással. Azért is lett ugye Biblia a neve, ugye, ami leveleket jelent. És akkor ezeket a leveleket összegyűjtötték, valamilyen szempont szerint szelektálták, hogy ezt inkább ne tegyük bele, ezt tegyük bele háromszor is, tehát például van benne három vagy négy evangélium, ami helyek közzel ugyanazt a sztorit írja le, csak egyikből ez marad ki, a másikból az marad ki, és így a négyből így össze lehet rakni egy történetet. Viszont ezeket nem tudjuk eredetibe olvasni, valaki tudja, ógörög meg arámi nyelven, de egyébként ez is egy kicsit, ez a hencegés, amikor valaki azt mondja, hogy ő tud arámi nyelven, és akkor az ősi iratokat kutatja, teljesen lényegtelen, mert legtöbb ember nem tud ezeken a nyelveken, sőt, amikor ő elkezdett hittanra járni, illetve vallásos nevelést kapni, akkor még gyerekkorában valószínűleg még ők sem az ősi iratokat tanulmányozta, hanem abból a Bibliából tanították, ami le van fordítva magyarra, és akkor abból szedték ugye a példabeszédeket meg a meséket. Tehát mire ő valaki elkapta ezt a vallásos nevelést, és teljesen belemerült, addigra ő már a default most ismert Bibliának a nagy részét már fújta kívülről. És az csak egy dolog, hogy valaki specializálódik, vannak ugye papok, akik ezt tanulmányozzák, erre adják az egész életüket, hogy ezt kutatják, teológusok, ugye ez, ami egy szakirányú végzettségnek számít hivatalosan, és ők kutatják ezeket a ősi iratokat, de a vallásos tömegeknek a vallásos hitét nem azok az ősi iratok határozzák meg, hanem az, amit a hittanon tanult 5 éves korában. Nekem még az ugrott be, bocs, hogy szabadba vágok, hogy a csecsemőkori keresztelésről ejthetnék még egy pár szót, hogyha ez belefér. Belefér, aztán a végére szeretném, hogyha így kibontanád a sztoridat, hogy végül is, ugye amiért ezt csináljuk az egészet, hogy gyakorlatilag te hogy sikerült rendbe tenni a fejed, vagy mikorra, vagy milyen dolgok voltak még, amik nagyon frusztráló gondolatokat keltettek benned? Akkor végül is innen el is indultunk, amikor kérdeztem, mert ez végül is egy jó alapja a dolognak. Én ugye pont most volt ezzel kapcsolatban egy botrány, hogy ugye elindult ennek a kezdeményezés, hogy lehet, hogy be kéne tiltani, aztán elég csúnyán leverték ezt az egész dolgot. Én sem vagyok túlságosan mellette, mert akkor kezdtem ezt igazán ellenezni, amikor felmerült bennem, hogy szeretnék kilépni a katolikus egyházból. Ez azóta nem történt meg, főleg mivel, ahogy utána olvasgattam meg, vagy hallottam, elég sok papírmunkával, meg utána járással jár meg mindennel. Hát furcsa belegondolni, hogy valaki megszületik, és egyből az akaratán kívül egy egyházba
erőltetik be, egy vallást erőltetnek rá, anélkül, hogy bármit tehetne ez ellen. Ez eszembe jutott egy ilyen párhuzam, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk valaki egy baleset során, egy következtében egy időre döntésképtelenné válna, és az idő alatt mondjuk egy bizonyos vallásba beküszakolnák őt, hogy mondjuk te mától zsidó vagy. Szerintem ebből botrány lenne. És meg is csonkítanák, mert náluk az igen, szükséges, igen. Ugye, tehát beleegyezése nélkül. Ott még annyiban különbözik a dolog, hogy legalább, hogyha mondjuk jobb esetben magához tér utána, akkor észbe tud kapni, hogy most mi történt velem, én ezt nem akartam, viszont egy kisgyerek esetében, ahogy felnő, vagy nagyon nehezen, vagy lehet, hogy sehogy sem kap észbe, hogy ezt én nem is akartam. Ebben nőttem fel, de nekem ez nem volt akaratom, hogy ez így történjen. Hát így van, én ezt egyébként nyilván be nem tiltottam, hát most mindenkinek a saját döntésénket talán megszabdik ez is egy korhatárt. Tehát mondjuk legyen ez is 18, vagy 21, nem tudom. Hát hogy csak tudod, ezzel az a probléma, hogyha ezt a felnőtt korhoz kötik, akkor nagyon kevés ember lenne az, aki önszántából elmenne, és megkeresztelkedne. Én 18 éves korhoz kötnék, vagy akár 21 éves kor betöltéséhez kötnék azt, hogy valaki megkeresztelkedjen, és ezáltal visszaesnének a statisztikában. Igen. Ezek a számok, és szerintem ez nem lenne probléma, mert szerintem illene már lassan ennek az egésznek így kimászni a köztudatból, hogy hát persze, hogy elviszem a gyereket megkeresztelni, így lesz nem tudom hány millió keresztény Magyarországon, akik egyébként nem gyakorolják a vallást, nem is szerettek volna belekerülni ebbe az egészbe, nem is csinálnak az egész ügy érdekében semmi. Egyszerűen felejtsük el ezt az egészet, szerintem nyilván nagy visszhangot váltanak ki az egész döntés egyszer valamikor megszületne végre, de én például még csodálkozom azon, hogy egyáltalán van, aki még elmegy papnak, meg szerzetesnek ebben a modern világban. Egyre kevesebben vannak egyébként, tehát ott is nagyon, nagyon nagy probléma az, hogy a fiatalok már nem jönnek, illetve nagyon nehezen állnak, kötélnek. Hát ki az, aki bevállalja az ezzel járó hercehurcákat? És én úgy vagyok vele, hogyha valaki szeretné, akkor nyilvánvalóan csinálja, most hogyha neki ez okoz örömet, oké. Csak ne kelljen nekem is ennek a részének lennem, hogy úgyhogy ebben nekem semmi beleszólásom nem volt. No. Akkor jó, akkor javaslom, hogy menjünk vissza az iskolába, és menjünk vissza a kognitív diszonanciára, és tárjuk fel az ellentmondásokat jó pszichológiai módon, jó pszichológus módja. Vájkáljunk egy kicsit a múltban, hogy oldottad meg ezeket a kérdéseket fejben, tehát hogy, és mi volt az, nagyon érdekel, hogy lépésről lépésre, hogy te hogy jutottál el odáig, addig a mostani gondolkodásmódodig, vagy sikerült-e teljesen kivetkőzned magadból ezeket a vallásos tanításokat, vagy még van benned bizonyos dolog, ami miatt fenntartod ezt a, mit tudom én, a hitet, vagy valami, hogy van-e neked egyáltalán hited, ilyen Istenbe vetett hited, vagy valami, illetve, hogy van-e ennek valamiféle létjogosultsága a napi teendőid között az életedre, van-e valami hatással? Hát nagyon örülök, hogy azt mondhatom, hogy nincs, tehát ez nekem teljesen eltűnt szerencsére. Hát ahogy mondtam is, ez is szép lassan alakult ki bennem, nem volt egy ilyen konkrétan megnevezhető pont, amikor így rádöbbentem, hogy nincs Isten. Nem volt egy olyan beszélgetés, ami során erre rájöttem. Mint mondtam, hogy szép lassan elkezdtem ugye iskolába járni, tanulni ezeket a tárgyakat. Ugye a hittanlan engem teljesen megfogtak, én ezt nagyon elhittem kicsi koromban, nagyon, nagyon benne voltam. És utána, mint mondtam, a dinoszauruszok meg az evolúció, ez egy kicsit így megingatott, de azt még próbáltam belehelyezni a képbe az egészet. És aztán, ami igazán segített, az a kamaszkori ilyen lázadó gondolkodás az embernek, ami mindig van, plusz a tanár hozzáállása, hogy mikor belekérdeztem, akkor nem volt válasz soha. És így kezdtem el agyalni az egészen, kicsit mikor még eltelt egy pár évek után olvasgatni ezeknek, hogy mi hogy történt, akkor jöttem le, de van olyan, hogy ateizmus, addig nem is hallottam ezt a szót. Ezt nem tanították az iskolában, ennyi, tehát hát, ez. Hát ez bizony, ez valahogy kimaradt, ezt mindig átlapoztuk, de ja. Nem véletlen. És akkor hallottam ugye az inkvizíciók egyetlenségéről is,
hogy például akik ilyen gondolkodó emberek voltak akkoriban, azok hogy bántak el a keresztények, hogy hogy visszavetette a tudomány állását. Hát ez nekem szép lassan kellett kialakulnia bennem, hogy nem hiszik Istenben, még egy ilyen több éves folyamat volt így visszaemlékezni, mert valamilyen szinten az Isten hitem úgy megmaradt, mondjuk, most mondok egy ilyen évszámot, 13 éves korom, vagy 12-14, valahogy így, és onnantól egyszer csak így begyorsult a folyamat, és rájöttem, hogy ez egy komoly az egész. Utána aztán, amikor még volt egy ilyen kis mélypont az életemben, akkor azt ugye neked még írtam is, hogy bele csöppentem egy ilyen kis kézrátételes gyógyítós dologba is. Igen. Nem tudom, hogy az erre való folyékonyságom még az iskolából eredetethető, vagy amúgy is volt bennem egy ilyesmi. Szerencsére abban is. Kérlek szépen, ez az irracionális gondolkodásra való hajlam, és ilyen még velem is előfordult annak ellenére, hogy én nem voltam hívő, de ugye mivel az ember valamilyen szinten érzelmi életet él, ezért igényli a csodákat. Még én is lettem olyan 20-25 éves, amikor még, ugye Istenbe bár nem hittem, viszont nagyon sok ilyen áltudományos dologban igen. Hát miért ne lehetne igaz a horoszkóp? Hát gyerekkorunkban is sokat olvasgattuk ezeket a dolgokat, voltak ilyen könyvek, hogy szerelmi horoszkóp, és akkor nézegettük ugye, hogy a vízöntő fiúhoz milyen jegyű lány illik, és akkor utána ez nagyon káros volt, később rájöttem, mert alapjaiban megmérgez egy kapcsolatot, a horoszkóp meg a csillagok azok megmondják, hogy kos nő az nem illik a vízöntő férfihoz. És akkor akaratlanul is elkezded a másikba azokat a hibákat keresni, amiket ott megírtak a könyvbe, és ez borzasztó. Lesznek hibák, úgyis meg fogjátok találni, de ha eleve erre fókuszál az ember, és ezt elhiszi, ezt a horoszkóp hülyeséget, akkor viszont majdhogy nem előre meg van mondva, előre meg van írva. Tehát önbeteljesítő jóslattá válik. Plusz az is baj egyébként, hogy ilyen esetekben, hogyha valami probléma adódik az életedben, nem a konkrét megoldásra fókuszálsz, hogy hogy lehetne ezt megoldani, ha nem keresel ilyen magyarázatokat, ilyen nagyon jó kis mesekönyvekben, amik leírják neked, hogy egyébként ez nem is a te hibád, meg nem is neked kell megoldani, hanem így úgy álltak a csillagok, vagy Isten akarta úgy, hogy bármi ilyesmi történt, vagy rosszul van berendezve a házad a feng shui szerint, vagy nem tudom, és a valódi problémáról meg elterülik a figyelmed. És most így belegondolva, amikor nekem is egyébként én a Prananadihoz voltam oda kötődve egy darabig, akkor is talán volt bennem egy olyan kis naív érzés, amikor kicsi koromban még hittem Istenben meg a bibliai történetekben, hogy ez a kis nyugalom, hogy tök jó, hogy én ezeket a kis gyakorlatokat elvégzem, meg mondjuk meditálok, vagy ilyeneket csinálok, és közben nem tudom, milyen túlvilági dolgokban hiszek, akkor meg fognak oldódni a problémáim, nem vagyok egyedül, és általában ugye az ilyen embereket is lehet a legkönnyebben megfogni, akik éppen valamilyen krízis helyzetben vannak, akár lelkileg, akár anyagilag. Ezekkel az ostobaságokkal alapvetően az a baj, hogy az ember nem tanul a hibájából. Nem tart önismeretet, ha valamit mégis rosszul csinál, vagy ha tönkre megy ebbe egy kapcsolat, akkor nem kezd el azon vizsgálódni, hogy ő vajon mit tett, ami idáig vezetett, hogy mondjuk tönkrement egy kapcsolat, hanem szimplán elháríthatja magáról a felelősséget azáltal, hogy azt mondja, hogy így volt megírva a sors könyvébe, vagy így írták meg a csillagok. Márpedig szembe kell néznünk magunkkal, szembe kell néznünk hosszú távon az életünk során a saját problémáinkkal, mert csak így tud fejlődni a személyiségünk. Tehát ha én folyamatosan ezekbe a dolgokba hiszek, és nem jutok el egy kicsit az önismeretig, akkor folyamatosan kudarcok fognak érni. Mert mindig másba keresem a helyzet a felelőst. Isten útjai kifürkészhetetlenek, nekem ez volt a sorskönyve, meg amit az előbb elmondtam. Igen, mindig vissza tudsz jutni ugyanarra az egy vagy két mondatra, bármi problémád van az életben, nem az új megoldások felé tudsz nyitni, hanem mindig az egy vagy két mondat, amit görcsösen ismételget magadba, hogy már pedig ennek így kell lennie, mert Isten így akarta. De egyébként ettől függetlenül én nem bánom, hogy ezen az oktatási rendszeren, hitoktatási rendszeren mentem keresztül, mert egyrészt ez nagyon stabilan megalapozta az ateizmusomat, akármennyire is nem ez lett volna a célja, így jött ki. Kontraproduktív módon, mert nagyon, ugye nagyon. Nem az a célja, hogy ateistákat neveljen, hanem éppen ellenkezőleg, hogy hívőket, és mégis ateista születik belőle.
Igen, hát ez ember függő, kiből mit hoz ki, belőlem szerencsére ezt hozta ki. A másik pedig, hogy amikor esetleg egy vitába keveredek egy hívővel, akár személyesen, akár az interneten, van alapanyagom, hiszen ismerem a Bibliát. Tehát tudok mibe belekérdezni, belekötni, nekiállni, érvelni vele kapcsolatban, tehát egyből van egy alapanyag, amiből tudok dolgozni. Hadd tegyek fel egy nagyon-nagyon szeretett hívő kérdést. A hívők előszeretettel hozzák fel ezt a kérdést, hogy hát ha úgyse hiszel Istenbe, akkor minek foglalkozol vele egyáltalán? Minek vitázol ellene, minek érvelsz ellene, ha eleve nem hiszel benne? Ugye ezt mindig a fejünkhöz vagdossák. Neked mi erre a válaszod? Egyrészt az, hogy általában nem én szoktam megtalálni a hívőket, hanem ők engem. Mm-hmm. És ha már megtalálnak, akkor hadd mondjam el a véleményet. Másrészt meg én úgy gondolom, hogy ez egy káros dolog, amit ők csinálnak. Most attól, hogy én ebben nem hiszek, attól még egy véleményem lehet róla, és egy hozzáállásom lehet azzal kapcsolatban. Ugyanúgy nekem is jogom van hozzászólni, attól függetlenül, hogy nem hiszek benne. Úgy gondolom, hogy mindenkinek szíve joga, hogy miben hisz, de hogyha már rám is megpróbálják kiterjeszteni, vagy esetleg úgy látom, hogy valakire káros hatással van saját magán kívül, akkor úgy gondolom, hogy érdemes beleszólni, hogy megállítsuk ennek a terjedését, hogy mondjam, hogyha esetleg valaki még nincsen teljesen belefásulva ebbe a keresztény gondolkodásmódba, akkor hagyjuk is, hogy ne kerüljön még bele. Még egy fontos kérdés eszembe jutott, aztán vagy válaszolsz rá, vagy nem. Hipotetikus helyzetben, hogyha neked lennének gyerekeid, és azok a gyerekek elérnék azt a kort, hogy már ugye közintézményekbe kell járniuk, óvodába, iskolába, helyeselnéd-e ezt a hittanoktatást, hogy ennek párhuzamosan zajlani kell a tudományos oktatással, vagy te inkább azért kihagynád belőle a gyerekeidet? Én ezzel is valahogy úgy vagyok, mint a kereszteléssel, hogy egy bizonyos korhoz kötném, hogy eldönthesse ő maga, hogy esetleg szeretne tanulni. Inkább úgy oldanám ezt meg szerintem, hogy ugye történelem órán előbb-utóbb úgyis feljönnek a világvallások. Igen. És azt rendesen oktatnám ugyanúgy, az összeset, hogy képbe legyenek vele. Egyébként alapból is, hogyha már nagyjából megismerkedik az ember bizonyos kultúrák vallásaival, akkor betekintés nyelhet valamilyen szintre a gondolkodásukban a történelem. Így van, hogy például bizonyos háborúkat miért vívtak valójában. Igen, és ezt így tanítanám is meg, hogy ők körülbelül mikbe hisznek, és hogyan működik az ő gondolkodásmóduk, és egy későbbi időszakra tolnám azt, hogy ő eldönthesse azt, hogy esetleg ebbe vagy abba a vallásba, hogyha szeretne, akkor belemerülhetne. Viszont egészen addig mindenképpen nagy betűkkel odaíratnám a könyvekbe, hogy ez csak egy tanmese, vagy egy ilyen kis fikció, ezt ne hidd el így szóról-szóra, csak ez a vallás, ez így tartja. És hogyha később szeretnél, akkor lehetőséged van rá. És mi van akkor, hogyha belekényszerítik mondjuk a gyereket például? Most nem akarok annyira az aktuál politikával foglalkozni, de hát ugye ez megkerülhetetlen, hiszen most azt látjuk, hogy a szekularizmus egyre inkább a háttérbe szorul, és egyre nagyobb teret nyer ugye a keresztény fundamentalizmus, és ugye a politikai vezetés, a jelenlegi, az ezt szorgalmazza. Nagyon. Tehát ugye elvileg van választási lehetőség, hogy nem kötelező, mert a törvény szerint nem kötelező a gyereket hittanra járatni. Helyette választhatsz valami etikát, meg erkölcstant, ami ugye azzal megint az a baj, hogy ezek nem abszolút dolgok, és ezek nem objektív dolgok, hogy kinek milyen az erkölcsi mércéje, meg az etika, meg aztán még elvontabb, hogy mik azok, amiket nem illik, vagy miért nem illik. Ugye azt szoktuk mondani, hogy még egyénen belül is változó, hogy mi számít erkölcsösnek, vagy erkölcstelennek, attól függően, hogy milyen környezetben van. Hát hiszen egy civilizált metropoliszban élve, egy nagy létszámú közösségbe, azért nyilván más dolgok az erkölcsösek, mint amikor az ember mondjuk hajótörött lesz, és egyedül van egy lakatlan szigeten. Tehát például anyaszült meztelenül járkálni, hogyha nem látja senki, akkor az ugye nem számít személyrem sértés vétségének, ugye, amit itt az utcán nem nagyon tehetsz meg, de a dzsungelben megteheted. Viszont bizonyos életszituációk ezeket a dolgokat tökéletesen felülírhatják. Tehát azért mondom, hogy az sem szerencsés, hogy erkölcstant lehet helyette felvenni tantárgynak, meg etikát, mert azok abszolút nem ilyen objektív dolgokról szólnak, mint például a
reáltantárgyak. Hát ezt is szerintem egyébként meg lehetne változtatni, tehát hogy egyszerűen megváltoztatni a tantervet. És amiket most felsoroltál, azokat a kérdéseket belevenni. Egyébként, amit kérdeztél az elején, hogy ha mondjuk rá erőltetik a gyerekre ezt az egészet, most így belegondolva azért is gyakori, meg szerintem az én esetemben is többek között azért volt így, mert régebben is, amikor én voltam általános iskolás, akkor is az egyházi iskolák számítottak valamilyen szinten jobbnak. És ma meg már főleg, hogy ugye ők részesülnek a jobb támogatásokban. Igen. Ezért azok a jobb iskolák, a szülők, akik mondjuk tegyük szóval annyira nem is gondolják végig ezt a kérdést, oda fogják iratni a gyereket, ott azért kicsit keményebben tanítanak, meg olyan környezetben lehet, végig se gondolva azt, hogy ezáltal még a reál tantárgyakon kívül miket erőltetnek a gyerek fejébe. Tehát ez gyakran előfordulhat. Én eleve egy viccnek tartom azt, hogy van ilyen, hogy egyházi iskola. Szerintem ez a két dolog, ez annyira eltér egymástól, igen, hogy elmondani nem lehet. Régebben a régebbi gondolkodású emberek szerint talán nem tér el. De szerintem ezt összevonva ezt a két szót, hogy egyházi iskola, ez teljesen így egymást a kettő. Tehát akkor végül is, ha lenne gyereked, és nem lenne választásod, mert mondjuk egy olyan településen élsz, ahol egyetlen egy általános iskola van, ott pedig csak hittan van, tehát nem lehet erkölcstant, nem lehet etikát tanulni, mert nincs rá óraadó tanár, akkor ilyenkor szerinted az ember mi az, amit megtehet? Mert ez hát, nagyon gyakori probléma. Ha lehetőség van arra, hogy mondjuk elbuszozzon egy másik településre, ahol van nem egy házi iskola, egy állami iskola, az inkább azt választanám, hogyha nincs, akkor jön a beszélgetés szerintem, hogy leülsz a gyerekkel beszélgetni, és elmondod neki, hogy miket fogod hallani nagy valószínűséggel, ezt hogyan kezelje, ettől függetlenül nem kell beleszólogatni az órába, nyugodtan ülje csak végig, tehát tudja helyén kezelni azt, amit hall. Ne vegye készpénznek, vagy szentírásnak azt, amit hall. Csak ezzel a beszélgetés, ez ki szokott maradni általában ez a probléma. No. Hát szerintem nagyon jót beszélgettünk. Most körülbelül már így a videó visszanézők kedvéért mondom, hogy már egy jó órája beszélgetünk, ebből készült ez a vágott adás. Úgy gondolom, hogy sokat nem fogok belőle vágni, csak annyi, hogy egy kicsit úgy pattogósabb legyen, és akkor. Szerintem ez egy jó végszó volt. Ha nincs rá más mód, hogy kikerüljük ezt, akkor szerintem igen, le kell ülni a gyerekkel, és amilyen mennyiségben kapja a vallásos hülyeséget az iskolában, mert muszáj, mert elkerülhetetlen, olyan mennyiségben kell legalább adagolni a fejébe az igazságot a megfelelő időben. Nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy erre a felhívásra jelentkeztél, és megosztottad velünk a történetedet. Én köszönöm a lehetőséget. És akinek pedig tetszett a műsor, az figyelje, iratkozzon fel a csatornára, és a legközelebbi műsor remélem ebből sorozat lesz, és ha tetszik, akkor kövessetek. Sziasztok! Hello!